Ja, hát az teljesen mindegy, hogy átveszi szerintem. Tegnap láttam, olyan kigúrt, friss idő volt, hogy megismertettem a kocsánkát. Kigúrt? Hát már viszonylag ez az igazság, ez az igazság, ez az igazság. Na, akkor mindenkit szeretettel köszöntök. Na, kezdjük el, mert most kérdezik, hogy nem is múlt. Na, mindenkit szeretettel köszöntök. Megkaptátok a meghívót, ugye mindenki az anyagot, ami elég kicsike, de is benne van. Két napi rendi pontunk van. Akkor elsőként vegyük át ezt a két napi rendi pontot, illetve a harmadik az egyebek, hogyha van valami probléma, akkor még abban bárki szólhat. Akkor szavazzuk meg ezt, hogy ezt a napi rendi pontot így elfogadjuk, megfelel ez mindenkinek, előterjesztés minden. Köszönöm szépen, tehát akkor egy hangulag elkezdhetjük megbeszélni ezeket a pontokat. Akkor elsőként elmondanám bevezetőként ez a névválasztás dolog, ugye ez az első pont valóban. Ez úgy jött szóba, hogy a testület az SMS-t tárgyalta. És ugye az SMS, illetve módosította. És az SMS-ben nincs különösebben kitérve az internetes, illetve Facebookos dolgokról, mert azért érdekes ezt megtárgyalni, mert ugye már ez a divatos dolog, hogy nagyon sok minden a Facebookon zajlik, nagyon sok információ áramlás. Ezért került ez így felszínre a bizottság tagjai között, hogy jó lenne erről is rendelkezni. Kell nekünk ez a Facebook, nem kell. Nekem az a véleményem, bár ez nem lett így leírva, én azóta gondolkodtam ezen, hogy szerintem ez a Facebook ez egy olyan portál, ami arra méltatlan, hogy egy önkormányzat eseményeiről össze-vissza írkáljanak, kommentáljanak. Ki fog arra válaszolni? Ki tud arra korrekten válaszolni? Ha viszont megjelenik, tehát ha megjelenik a Facebookon, vagy egyéb ilyen közösségi portálon, most beszélünk akkor ugye így, mert ez tág fogalom, mert van még egyéb is, vagy lehet újabb, divatos is. Megjelenik a város neve alatt, nyíltelek város neve alatt bármi, akkor azt azonosítják a polgármesterrel és a testülettel. És ha beírnának bármit is, akkor nyilván arra válaszolni kell, és akkor megyik, és akkor ki kompetens erre? Lehet, hogy nem is mindig a polgármesternek szól, lehet, hogy nem is mindig a testületnek szól, vagy egyes tagjainak a testületnek. Ezért én azt javaslom, hogy magának az önkormányzatnak ne legyen olyan jellegű közösségi portálja, hogy mindenki azt posztolhatja. Szerintem ez méltatlan egy önkormányzathoz. Arról nem beszélve, hogy sokszor név nélkül, vagy arc nélkül az emberek azt írnak, amit akarnak, ami minden, ami belefér, és nem válogatják meg a szavaikat. De ugye amikor már meg kell jelenni itt, el kell jönni a hivatalba, azért mert egy kicsit visszább fogják magukat, akármilyen panaszos gondjuk, bajuk van, vagy akármilyen tüske érte őket az önkormányzat részéről. Ezért én ezt javasolnám, illetve kiegészítem még a javaslatomat azzal, hogy az intézményeknek a megfelelő kommunikáció érdekében lehet, hogy legyen
közösségi portálon lapjuk, illetve életem, hogy is üvelkezik, mert közösségi portálon legyen nekik ilyen oldaluk, és az intézmény vezetők kontrollálják ezt, és az intézmény vezetők szabják azt meg, hogy ki, mikor, mit írhat, és azt engedi megosztani, vagy sem. Tehát ezt fogjuk egy ilyen közül, nekem ehhez ez a javaslatom. És az önkormányzatnak most van egy honlapja, illetve ez lehet... Az SMS-ben benne van, igen, hogy van egy honlapja, meg van egy újsága, amely ilyen illetően. És ugye felvetettük azt, hogy ugye jelentős híráramlás van ezen a Facebookon, hogy szeretik az emberek, különösen a fiatalok körében nagyon. Tehát ezért, ha emlékeztek itt a legelső bizottság ülésen, amely ott volt a testületen, én ezért is vetettem fel, hogy ezt tárgyalom a valapotónak egy testület, hogy kell ez nekünk, vagy nem kell. Én nekem az elmúlt a javaslatom ezzel kapcsolatban. Illetve még volt egy olyan javaslatom, hogy mostantól szabályozza az önkormányzat a Nyíltelek város nevének a használatát, és kérelemhez kösse. Természetesen ez legyen ingyenes, de akármire, akármilyen vállalkozásra, hogy ne legyen például, tudom én, Nyíltelek Peep Show, vagy szóval most egy ilyen durva dolgot mondtam, de ezzel próbálom érzékeltetni, hogy ilyet ne vehessenek fel emberek. És én nem azt mondom, hogy most visszamenőleg mindenki kérjen engedélyt az ilyen civil közösségnek, az olyan egyházak, nem erről van szó, hanem arról, hogy a következő, mostantól kezdve alkosson egy ilyen szabályt, vagy rendeletet, vagy az SMS-be tegye be, ahogy Vaskó László képviselő javasolta ezt. A joghoz értő szakemberek ezt jobban meg tudják fogalmazni. Hát ennyi az én javaslatom. Van-e valamilyen hozzászólásotok? Csak én szerintem mindenképpen külön kellene kettőt választani. Tehát ez a névhasználat, ez ma már elég fölvetődik sok helyen. Ugye ezek általában le vannak védve, most más egy település név, az természetesen. A település név, az hordoz egyfajta érték. És ez biztos, hogy valahol éljük, hogy Nyíltelek Horgász Egyesület, ehhez nem kell, de hogy ez természetesen inkább azokkal van gond, amit te mondasz, hogy kitalálnak, itt tudom, hogy érdekli, hogy jár, most nagyon durván vagyok, vagy durva vagyok, vagy valami olyan, ami esetleg az értékeinket nem éri el, vagy nem tartalmaz azokat az információkat, amit úgy gondolunk. Tehát ez egy márka jel, egy védjegy, a Nyíltelek, és ezeknek a használatát mindenképpen én is azt gondolom, hogy szabályozni kell. A Facebookos dolog, ez ma már egy nagyon érdekes téma, hát ugye első mondom, ugye a választásoknál is, meg én most tapasztalom az újságnál is, hogy egyre több fiatal, így ahogy te mondod, foglalkozik ezzel a témával, vagy ezzel a dologgal, információk belészik, innen szerzik. Ennek egyetlen egy veszélye van, amit mondtál, hogy itt aztán minden megjelenhet, ami csak a szemszájnak ingere. Én nem tudom, tehát ezt végig kell gondolnunk, hogy a egyáltalán a hivatalnak is, mint intézménynek, akkor van egy Facebookos oldala, akkor annak is egy olyan ember a kezelője, aki ezt nyomon tudja követni és tud reagálni. A intézményeknek mindenképpen praktikus, hogy van Facebook oldalot, az intézményvezető az biztos, hogy meg tudni, hát különösen a Gáboréknál művelődés intézményeknek a hirdetéseket, a reklámokat mindenképpen jó, hogyha oda ki tudja tenni. Aztán jó a posztolni lehet ott ezek a dolgokat, aztán jó a képek, amik az események után is fent vannak. Igazából, amit már beszéltünk, nekünk ez a úgynevezett oldalunk, tehát jobban mondom, nyíltelek.hu-nak kellene olyan színvonalnak lenni, hogy ezt a, hogy ne kelljen Facebookos, a önkormányzatról beszélek most, ne kelljen Facebookos információkra hagyatkoznunk. Mert most azt látjuk, hogy jó, tehát van egy bizonyos információ rajta, hogy amit kötelezünk, van ennek a kultúrának, vannak információ, önkormányzati hivatalnak van egy fontos dolgai fenn, de én most elég sok településnek nézem a honlapjait, tehát vannak a még szélesebb körűek, minden szempontból informatikában. Tehát ezt gondolom, nem tudom, tehát ezzel a Facebookos dolgon ezen gondolkodnunk kell, és biztos akkor többiek, hogy a véleménye is szükséges, hogy ki vagy látja ezt.
de az biztos, hogy leseperünk, úgy egyben nem lehet, de ha így megosztjuk, hogy intézményekre megy ki, a hivatalnak is, mint azt teszünk, hogy egy intézmény, ha hónapja, akkor információt, de információt közé és információt lehet onnan szerezni. Egyébként most nekem. Gábor? Köszönöm szépen. Hogyha már minden ketté bontottuk ezt a témát, egyrészt a szabályozásról, én is egyetértek azzal, hogy rendeletben szabályozni kell a névhasználatot, és akkor a másik oldala pedig maga ugye a Facebookon, hogy jelenjünk meg, ne jelenjen meg az önkormányzat, esetleg megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet egy ilyen oldalt egyirányú kommunikációvá tenni, illetve olyan nyilván olyan anyagokat is felrakni rá, ami mondjuk a Nyíltelepi Újságban megjelenik. Tehát, hogy az egyirányú kommunikáció, hogy esetleg lehessen rá reagálni, és akkor már itt a méltatlanság kapcsán talán ezt lehet egy kicsit ellensúlyozni. Az biztos, hogy a Facebooknak rendkívül nagy a reklám és hírértéke abból a szempontból, amit rendezvények tekintetében tapasztalunk, tehát azt gondolom, hogy magát a rendezvényeket, illetve hogy az intézményeknek meg kell, hogy jelenjenek rajta. Tehát egyes rendezvények kapcsán mi is azt tapasztaljuk, hogy ingyenesen lehet használni ezeket az oldalakat, és nagyon széles körben elterjednek ezek az információk, és rendezvények tekintetében jól működnek ezek. És akkor itt ehhez kapcsolódóan, amit Misi bácsi említett még, a nyíltelep.hu. A közösségi ház és városi könyvtárnak a nyíltelep.hu-n belül ugye van egy ilyen aloldala, amit azt hiszem egy fél éve, vagy kicsit több, mint fél éve indítottunk útjára. Én szerintem elég színvonalas, felkerülnek programajánlók, hírek, képek, videók, egyes rendezvények kapcsán, tehát szerintem az elég jól működik. Most ugye a nyíltelep.hu-t mennyire kell megváltoztatni, vagy sem, az nyilván döntés kérdése, vagy tárgyalás kérdése. Azt gondolom, hogy a közösségi ház és városi könyvtár egy elég jó struktúrában működik jelen pillanatban, tehát esetleg aki azt nem látta, azt ajánlom figyelmébe megtekinteni. Bocsánat, csak egy kérdés. Most ki teszi fel a ti anyagait? Attila. Azt is adja. Ő szerkesztett, ő kezeli, ő hozta létre, az egészet ő csinálta meg tulajdonképpen, és megküldöm az anyagokat, feltölti. A névvel kapcsolatban alapvetően egyetértek, hogy le kell védeni, nekem inkább az a problémás, hogy mi alapján és hol húzza meg az ember. Pont itt elhangzottak ilyen szélsőséges dolgok, ami pont azt mutatja, hogy a szélsőséges dolgokat be tudjuk lőni, de körülbelül hol van az a dolog, amit meg lehet határozni. Tehát ugye az, hogy ugye alapvetően egy ilyen motiváció lenne, hogy ami nem hoz szégyent ugye a településre, vagy stb. Azért ez elég nehéz meghatározni. Mondjuk ezen próbáltam gondolkodni egyébként, mert ugye már a múltkor felvetődött, de ilyen exaktul azért ezt nehezen tudnám megfogalmazni. Hát valószínű, hogy nem találkozik olyanval az ember, ami most ezen gondolkozik, hogy így ide tartozik vagy oda. Az ez érdekes kérdés szerintem. A másik az, hogy az önkormányzatnak a... Tehát én onnan közelíteném meg a dolgot, hogy az önkormányzat az valamiféle kapcsolatot mindig is szeretne létesíteni nyilván a polgárokkal, és egy oda-vissza kapcsolatot. Ugye régebben alapvetően ez az volt, hogy bejöttek az emberek, elmondták az ügyes-bajos dolgokat, és akkor is voltak úgymond butaságok, amiket mondtak. Írtak leveleket, azok között is volt. Ugye most csak így mondom, hogy az internetet használják az emberek. A internet megjelent az összes pozitív dolgaival, meg az összes negatív dolgaival. Tulajdonképpen azt kell eldönteni, hogy ezen a fórumon
most ugye felvetődött, hogy legyen egy egyoldalú jelent, tehát mondjuk van egy közeg, ahol az emberek bejelentetnek bizonyos dolgokat, vagy észrevételeket tehetnek. Csak olyankor, meg, csak ezt én tovább gondolom, hogy elvárják, hogy valami visszaigazolás, vagy valami reagálás legyen. Persze ez lehet később, nem feltétlenül azon a lapon, hanem később megjelent az újságban is, vagy bármi más módon. Az a baj, hogy minél többet gondolkozok róla, annál bonyolultabbnak tartom azt a dolgot. Tehát most azért egyszerűsítettem le, hogy tulajdonképpen szerintem azt kéne eldönteni, hogy maga ez a internetes fórum, ez működjön, vagy csak egy ilyen úgymond kicsit merev honlapkép. Akkor azt mondom, hogy ha csak úgymond merev honlapként, ugye azt lehet rajta lazítani például ilyenekkel, hogy egy bizonyos oldalon bármilyen véleményt lehet közölni. Erre azt mondom, hogy elvárják az emberek, hogy visszajelzés legyen, de persze nem muszáj ezt, csak ezt el kell mondani, hogy milyen stílus lesz. Akkor viszont úgy gondolom, hogy lesz egy kicsit egy ilyen úgymond arrogáns kép az önkormányzatnak, ha csak ezeket a bejövő hibú dolgokat. Tehát ilyen problémáim vannak. Egyébként úgy alapvetően az egészet megértem, és úgy egyet is értek vele. Én magam abszolút, ha lehetem, használom gépet, mert én ott jövök egész nap rajzolok. Én nem vagyok finanszatom, fogalmam sincs, mi történik, hogy csak nem sörök a Facebookon meg ilyeneken, de nyilván hallottam én is, tehát. Ezt lehet, hogy ki kell találni arra, hogy az ilyen bejövő dolgokat, tehát csak névvel, tehát abszolút nem foglalkozni, ami név nélkül, tehát csak ami névvel jön be. De ez már ilyen részletkérdés, tehát nagyjából én ezt így látom. Nem tudom, ez mennyire vitt előrébb, mert igazából csak kérdéseket, meg problémákat vetettem fel, ahelyett, hogy megadottam volna, csak mondom, ilyen aggályaim vannak. Igen, nekem is tehát az a véleményem erről, hogy valamilyen félefajta információt kell ugye kiadni a nép és hát az emberek felé. Hát igen, azok a olyan válaszok, amit ugye említettél is, hogy ilyen név nélkül, meg kép nélkül, meg mint tudom én, hát ezt gondolom azért lehet szabályozni egy interneten, hogy esetleg az fordulóképes legyen, vagy valami. Tehát egy ilyen... Erre kell valamilyen... Tehát valakinek ebben foglalkozni, és nem tudom, hát ez elég komoly minden ilyen is dolgozókkal, ezzel legyen elfoglalva, hát hogy Nem csak ezzel, talán passzolok a műszakiaknak, vagy ezeknek, mert... De az is lehet, például az se olyan dolog, hogy igazából információt úgy szerezni, hogy mondtad, hogy egyirányú, az ember megnézi, hogy tematikában mi érdekli az embereket, és ezzel kapcsolatban kiadhat közleményt, egy átfogót. És akkor nem minden egyes embernek. De úgy, hogy nyilván az embereket tudatni, hogy ez egy olyan fórum, hogy írják be, mi az, ami érdekli őket. Személyre szabottan nem fognak választ kapni. De az, mondjuk az önkormányzat igyekszik azt a kérdéskört, ami főleg a legtöbb ember érdekel, mondjuk kidolgozni és ad egy ilyen választ. Én tudom, hogy ez mind olyan, hogy ezek ilyen plusz feladatok, csak azt mondom, hogy egy kommunikációnak gyakorlatilag akárhogy nézzük, mindig odaikodunk ki, hogy vagy bejönnek, írnak, és akkor egy aktuál ügy lesz belőle, vagy egy ilyen, nem tudom. Tehát ilyeneket gondolok, így képzelem el, így modellezem le magamban. Tehát nem tudom, hogy ez hova vezet, és az is lehet, hogy azt gondoljuk meg, hát erre nem tudunk egy embert biztosítani, meg állandó jelenkelemmel foglalkozni, az is lehet. Bocsánat, most én nem vagyok annyira kapitióban. Tehát a mostani oldalunkhoz hozzá lehet szólni, tehát lehet vélemény nyilvánni. Igen, most az inter.hu lévő. Tehát ott szerintem nem. Eljön információt, nem igen. Fórum van, értelek? Fórum van, de lehet írni e-mailt. Ja, e-mailt. Na igen. Csak hogy tehát van tudod, mi volt? Az ugyanaz végül is elküld elektronikusan, nem látják mások, csak nekünk jön a személyre szabottan, és hogy jön, akkor arra fogom szólni. De
én ugyancsak ilyen tanácskozási jogkörrel vagyok, hogy megjegyezik minden. Szépen. Két dolog, tehát hogy hirtelen város, szerintem ez nagyon egyszerű. Azt le lehet védeni, rendben van. Én azt gondolom, hogy az egy járható út. A másik, azt meg gondoljátok végig, hogy most a Facebookot akarjuk mire szabályozni. Szerintem Kínának se sikerül, hogy meg lehet próbálni hirtelen, mert most gondold el, meg akarsz csinálni valamit. Teljesen jó gondolat. Ki fogja ezt ellenőrizni, kinek fogsz írni levelet, hogyha itt mégis valaki reggelre csinál egy hirtelen város oldalt. És hogyha azt leveszik, utána feltesz még egyet, és aztán amire van, amire megiszod a reggeli kávétat, az irodában egy 8. Én azt gondolom, hogy ezek méltatlan dolgok, ezzel nem kell nekünk foglalkozni. Tehát ha minden váltásra odafigyelünk, hogyha minden bajra odafigyelünk, hogyha minden ilyesmire odafigyelünk, akkor nem kell aprózódnunk, ez az egyik. A másik meg, hogy ki fog ezzel foglalkozni, ki fogja ezt olvasni, ki az, aki ezt végig fogja bújni, hogy itt valahol, valamilyen más területen feljött egy nyírtelek várossal kapcsolatos Facebookon, vagy azt mondjuk, hogy nyírtelek ki bugyi üzem. Hát, hogyha ez nyírtelek ki bugyi üzem 100 embert foglalkoztat, akkor azt mondom, hogy azért az már mindjárt más a fekvése a dolognak, de azért mondom, hogy ahogy Gyula mondta, hogy igen, el kell dönteni. Tehát ilyen nagyon éles dolgokat, ahol valaki bocskondiázat, vagy valami mód, szerintem moderátornak jelezni, húzzák ki, és kész. És innentől kezdve az viszonylag megoldódhat. Ha a moderátor megteszi ezt nekünk, ha nem, akkor meg írhatunk a Facebook üzemeltetőjének, és várjuk a választ. Nem tudunk benne mit kezdeni. Egyetlen dolog, amit amikor azért mondt, és azt megfontolhatunk, tehát azt én tapasztalom és látom is, hogyha megjelenik nyíltanak a város, és mivel van ez a, akkor azért ez igazam, hogy azt a képviselőtestülettel, polgármesterrel azonosítják. Tehát, hogyha valami ilyesmi, ebben van nekünk egy kicsit jövünk, mert ezt kell a fene gondolni, hogy tesz fel, vagy hogy. Csak ezzel, hogyha leír valami hülyeséget, az fog mondani, hogy Tankó Visi megszavazta, hogy magam mondjuk, vagy Szekeres úrja polgármester áldását adta. Most hát ezt nem tudom, hogy lehetne, ezzel van nekem gondolom, meg lehet, hogy gondolom Anikónak is, ezt nem tudom, hogy lehetne ezt kibekelni, hogy tényleg a normális dolgok kellene, hát a felvány, hát és ezért talán, hogyha ezek így felszabda, ahogy mondtunk, hogy intézmény, és az intézmény, csak gondja van rá, mert hát azért az ő dolgát fogják mondani, akkor talán jobban el lehet a dolgokat. Ez csak én ezt mondom tapasztalatból, hogy itt van, biztos, hogy minden a kifejükbe úr, most nem természetesen elviselve, mert azért vállalta azt az ember ezt a feladatot, ezt a megméletetésen is, de valamit kell gondolnunk, ebbe kell gondolkodnunk, hogy ezen kell gondolkodnunk. Tehát igazából akkor nem mondjuk, csak mondjuk, hogy például ellenvédve a nyíltek város, meg stb. Ezek a összefüggésben lévő dolgok, tulajdonképpen nekünk nem is kéne azt ellenőrizni, hogy csinálja valaki, csak ha mégis valami probléma, akkor fel tudunk ellene lépni emiatt. Ez is egy másik dolog, hogy van egy jogszabályunk, vagy egy rendeletünk, vagy... Ne kövessük el, mert ez... Most már van, hogy... Csak ha valami nagy... Vagy valami probléma, vagy tényleg egy olyan sértő magatartást tanúsító internetes betyár kerül fel, akkor az ember tudjon, legyen valami olyan jogszabály mögötte, amivel el tud járni, vagy... Nem, az jogszabály az így is megvan. Tehát most téged megsértelek valamivel, nem kell. Különben védelem van, akkor megszabályok az ilyen megtudni. Mi van akkor, ha én tényleg ilyet, hogy nyíltelek város nevében elkezdek válaszolni ezt meg azt, és nem rosszakat nem sértek meg vele, csak mondjuk általam vélt igazságokat fogok vele, és nem sértek meg senkit. De ez akkor sem. Gondolom, én úgy értettem, hogy nekem is erre célzott gyakorlatilag, hogy tehát nekem, én ezt a részét megértem. Ezt a részét megértem. Tehát nem leszek sértő magatartás senkivel, csak mit tudom én, elindítok ott egy fórumot, és akkor válaszolom. Ugye tőlem bármit kérdezhettek, én majd mindent megmondok, mennyit tudom. És akkor írok minden, és akkor, ja, ez úgy van, és akkor ez nem egy korrekt tájékoztatási forma, és ezt azt mondjuk, hogy öregbe csináld már. De miért ne? Hát ezért. Én azt gondolom, aki ilyen fórumon kérdez, az megérdemli az olyan választ. Tehát ez nem mint a kocsmában beszélek, két ember vagy egy csapatember is. Igen. Beszélgetem bármiről, szabadon.
De ha oda van írva, hogy Nyírtelek városa nevében, ez az, akkor ő azt hiszi, hogy nem a Kocsmában van. És mi van akkor, hogyha ugye van egy Nyírtelek város honlapja, mint honlap? Ugye az a hivatalos honlapja a városnak. Arra lehet-e csinálni egy fórum oldalt, ahol megy a oda-vissza beszélgetés, ami hasonlóan működik, tehát egy interaktív beszélgetés téma. De van egy másik oldal. Lehet-e ilyen csinálni? Ez kérdés volt. A másik oldala, hogy vannak hivatalos e-mail címei. Van a polgármesternek, van a jegyzőnek hivatalos e-mail címe, amire emetek küldenek választ az emberek, és arra a hivatalos e-mail címre hivatalos választ kapnak, aláírással, hogy a polgármester és a jegyző. Mi van akkor, hogy azt mondja a kormányzat, hogy a Nyírtelek város honlapján jelenik meg minden olyan forma, amely Nyírtelek város és képviselőtestületének üzenő formáját. Sehol máshol nem ír, sem a polgármester, sem a test nem jelenik meg máshol. Az az a fórum, ahol Nyírtelek város ügyeivel kérdéseket, válaszokat, leéseket lehet feltenni, és válaszokat lehet kapni. Értem, tehát az lenne az a hiteles forma, ahol hiteles forma. És csak volt. Ez egy elmérőző, már akkor az megnyert a dolgot. De ez most is így van. Tehát ez most is így van. Most csak a kérdés az, hogy ebben, tehát ez tudatosítanak így van, tudatosítanak az emberek, hogy csak az a forma, sehol máshol nem nyilatkozik Nyírtelek város képviselőtestete nevében a polgármester vagy a jegyző, csak Nyírtelek város honlapján lévő fórumon, vagy ugye az ott lévő e-mail címen keresztül. Csak azon. A többi, az úgy kezeljük, mint egy kocsmai beszélgetést, és nyugodtan beszélgethetnek bármilyen. A hivatalos kérdést kívánnak feltenni, és arra hivatalos választ szeretnének kapni, az csak a Nyírtelek város honlapján keresztül kaphatják meg. Ez csak az internetes információ kérdés. Az, hogy a Nyírtelek város neve, mint névvet jogosult, tehát annak a használatát jogosultsághoz kössze az önkormányzat, azon kell elgondolkodni, hogy mi az, amit, ugye ez úgy működik önkormányzatnál, leszabályozzák, hogy cégek, civil szervezetek, egyéb emberi magánszemélyek nem használhatják X Nyírtelek város nevét, csak amennyiben erre engedélyt kérnek Nyírtelek várostól, és az engedélyben rögzítik, hogy ők milyen feladatra kívánják ezt a dolgot használni. Egy kérdés. Van-e olyan feladat, tevékenység, amelynél azt mondaná a képviselőtestület, hogy most itt a bizottságból nem engedélyezni Nyírtelek város nevének használatát? Most van-e olyan? Egy, kettő, és a gondolatnak éveztem, hogy kettő. Kinek kell eldöntenie, hogy engedélyezi, vagy nem engedélyezi a névhasználatot? És a harmadik, ez mindig feltett kérdés, hogy amennyiben engedem valakinek, mert azt írja le, hogy ő például a Nyírtelki IASZ Klub nevében kéri a névhasználatot, és azt mondja, hogy ő például IASZ versenyeket és gyerekeket akar IASZ szatra oktatni, és mondjuk egyszer elkapjuk a Nyírtelki IASZ egyeset, tehát azon, hogy mesztelen férfiak és nők kékeire lövöldöznek íjjal, mondjuk, méltatlan ez Nyírtelek városához? De a Nyírtelek IASZ Egyesülethez be lenne egyezve, és akkor az nyilván úgy használhatja le. Nem, ugye úgy használja nevét, hogy ő kér tőlünk egy engedélyt, és leírja, hogy mire kérje az engedélyt. Megadom neki az engedélyt, a képviselőtestület, vagy a polgármester, akinek a jogkörében van a döntéshozó. Akkor azt jó, hogy használhatja, nem? Ez jövőre nézve szabályozás, amiről most beszélünk, az a jövőre nézve szabályozás. És mondjuk kiderül, hogy nem arra a célra használja, mint amire mi adtuk. Ugye akkor ez vissza volt. Mert neki le kell írni, hogy mire kéri. Tehát nem úgy van az ám, hogy jó, akkor kérek, kértem a Nyírtelek város nevének használatát, de mire mondnál meg? Célra lövünk 100 méterről. De azt nem érde le, hogy milyen célra van a célra. Utána, ha ez kiderül. Már csak mi gondoljuk, hogy ez egy olyan céltábla lesz, közben kiderül, hogy nem. Igen. Értem. Ugye akkor azt mondjuk, hogy kérem szépen, ilyen rendeltük alapján megvonjuk a névhasználat jogát öntől, mert nem arra a célra használ Nyírtelek város nevét, amire mi önnek adtuk. Ez így szokott történni. Tehát ez egy rendben lévő dolog. A jövőre nézve, ugye azt szokták még hozni szabályozóként, hogy a múltra nézve úgy hat vissza, hogy nem, ugye nem bánthatja a szerzeteket, nem lehet bántani, de hogy amennyiben az derül ki, hogy a méltatlan a névhasználatra, mert a névhasználata sérti Nyírtelek város presztízsét, érdekeit, lakóit, igen, akkor megvonja tőle. De ez annyiban nyilván meg, hogy ilyen meg ilyen rendeletem alapján felszólítom,
hogy, hogy a névhasználattal hagyjon föl, hiszen méltatlanná vált, és aztán majd ennek egy jogi útja van, hogyha ő mégis azt mondja, hogy köszönöm szépen, de én meg se hallottam, hogy maguk mit mondta, mert engem csak az érdekelt, hogy megkapjon, a többi része már nem érdekel. Ez majd akkor elmegy egy jogi útra. De ez csak a névhasználat tekintetében van. A fórum és a beszélgetés az, amiről az előbb, az egy teljesen más téma felé terelgetném én, mert azt ilyen módon lehetne szabályozni. De egyetértek abban, hogy azt rögzíteni kellene, hogy csak az az a fórum, ami Nyírtelek város képviselőtestületének városának fóruma. Nem más. A többi az nálunk egy kocsmai beszélgetés, vagy otthoni családbarát beszélgetés, ahol bármi elhangzhat emberek között. És nincs hírértéke, pláne nem biztos, hogy önkormányzat tekintetében igazság vagy valóság értéke van. Ez a modern világ gyerekek nagyon megy előre, és nem is tudom, tehát hogy az ember nem látja végig, ti fiatalabbak vagytok a végig. Most az jutott eszembe, hogy mondtam a névhasználatot, azért is megosod, mert Viktor most alakul egy együttes a Dunától, és őnek a Nyírtelek még tetszik, és felveszi, és olyan dolgokat fog énekelni, ami messze nem erkölcsös. Tehát ilyen, mi azért ebben gondolkodunk a szélsőségekben, most Gyulának is válaszol, mert az, hogy Nyírtelek Orgász Egyesület, vagy Nyírteleki kondások, vagy bármi most, ami tényleg nem sért, az teljesen nem fogadott. És azért csak most nem tudsz belekötni, mert jó, hát lehet, hogy itt egy jó erkölcs, meg egyébként vannak itt azért az törvények is, egyéb törvények is, de azért, ha van egy rendeleted, akkor nyugodtan föl tudsz lépni. Tehát ezzel azt hiszem, hogy egyet is értünk. Ez a Facebook, hogy itt inkább az ellenőrzettség, tehát attól fél ugye mindenki, meg mindenki, tehát hogy egy olyan fajta ellenőrzetlen információk hibe, rágalmak netán, ami esetleg ott van Nyírtelek városban, azt hiszik, hogy na, ez a polgármester testület, most mindig magamra gondolunk, mert a Nyírtelek város alatt, hogyha valami információ megjelenik, szétszedség, hogy kötik hozzá, most ha lehet, hogy semmi közünk is hozzá, mert azért nem mindenhez van nekünk közünk, de ezt kötik hozzá. Tehát ilyen veszi, ha ezt ellenőrzöttem legyen, akkor én szerintem is akkor ez... Basz, ha tudatosítom, hogy nem az a fórum az. Én azt mondom, inkább az elmondás, hogy nem az a tudatosítani, hogy nem az a fórum, egyetlen fórum van, ahol hivatalos információk kapnak, azt mondja, hogy Nyírtelek. Mit vagyok, most bocsánat, úgy sem volt van információ, hogy Nyírtelek van, hú, akkor ezt ki lehet bővíteni, és akkor így van. Csak ott. Hiszen, ha belegondolok, olyan haszmondanám, hogy Nyírtelek városában nem lehet használni a Facebookot, olyan módon, hogy az Nyírtelek városáról szóljon, akkor az olyan, hogyha a szólásszabadságot korlátoznak. Nem tudom, technikai azok úgy van, mondtátok ezt a letiltást, tehát van ilyen lehetőség, hogy azt mondom, hogy Nyírtelek város néven nem lehet portált indítani, vagy kinek nevezzük ezt belégekbe sem. Tehát azért van egy olyan pár dolog, amit tudom, hogy a Facebookon központon se lehet intézni, de hogy ez most ilyeneket is be lehet, hogy ez levédett és más nem, vagy valamit, hát... Hát ebben már dönt. Ja. Gondolkodásra érdemes, és valamilyen szabályozottság azért csak felemél, ezt gondolom. Igen, akkor bontsuk már ezt a kérdést akkor két részre. Az egyik a eredeti felvetés, hogy a média tekintetében legyen-e, vagy működtesse, mert ugye van Facebook lapja a városnak, csak nem, tehát ott nem nagyon kerülnek fel információk. Ugye, hogy van a címeres? Nyírtelek város címerre. Olyan van nekünk olyan. Van a városon. Csak azt nem működtetjük. Ja, azt nem működtetjük. És nincsen benne az SMS-be, hogy az is egy média fórum, vagy média felület. Tehát ahogy én erre céloztam, amikor én azért felvetettem ezt a kezdeményezést, hogy kerüljön be az SMS-be, legyen hivatalos, működtessük, zárjuk be, vagy zárjuk be. És én erre mondtam, hogy én úgy azt javaslom, hogy ne legyen Facebookos hivatalos lapja, ne változtassunk ilyen szempontból az SMS-en, mert itt már Tibi atyától kezdve minden megy a Facebookon, ez totál méltatlan egy városhoz. Még legalábbis én úgy gondolom, én ezt az egész önkormányzati testület, képviselőtestületet, a hivatal, végig a legkomolyabb szerve a városnak. És akkor én szerintem ne tegyünk én magunkat ilyen támadási feladatnak. Tehát ez az én javaslatom. Ugye, ha jól érzem, akkor
ti kiegészítettetek tétek, vagy inkább tekintetünk egy új dolognak, hogy legyen, de korlátozzuk le, hogy csak információ menjen ki a Facebookra, és ne lehessen posztolni, ha lehet ilyet, ne lehessen posztolni, hanem mindenki azt megnézheti, és az intézmények, tehát az intézmények működtessenek a média mindenféle rendezvényükről, és az intézmény vezetők a felelősek, értem. És ne a város tegye ezt. Tehát ez egyik oldal, hogy ne legyen, amit én mondtam, a másik oldal, amit javasolt Gábor is, meg Gyula is, te is ezt sugalltad, hogy mégiscsak jó, ha megy ez hát, ha már mindenképpen van, akkor mondtam, hogy egy irány legyen, de én egyáltalán nem ragaszkodok hozzá, én sokkal jobban megtartom valóban ezt a honlapos történetet, de azt viszont jónak gondolom, hogy az intézmények jelenjenek meg, ha meg szeretnének, vagy meg akarnak, rendezvények tekintetében biztos, hogy nagyon jó, mert egy ingyenes reklámterület, ami elég mindenkihez is, nem kell reklámra költeni tulajdonképpen, tehát ilyen szempontból ez... Nagyon igazam, Gábor, már bocsánat, hogy megint benne szó, csak hogy nyílt telepváros applikációt látok már valaki, fokos telefon? Facebookon ott van, tehát a Facebook applikáció ott van, tehát innentől kezdve az intézményeknek sokkal nagyobb a lehetősége. Viszont akkor tényleg az intézmény, én azzal egészítem, hogy az intézményvezetőknek kelljen választani, az intézmény vezető által megbízott. Az intézmény vezető a felelős, azt csinálhatta, amit akar. Nem, ugye az még akkor jött létre, amikor Ádámból. Persze, mondjuk nagyon nagy információ áradat van rajta, tehát szerintem megszüntetni nem, hanem hogyha lehet, akkor a nevét meg kell változtatni. Hát ezt az jól, de így vagy az iskoláért, és akkor a közházas dolgokat leszedni, és azt egy közházasra kell tenni, vagy igazából a közt... Vagy, igen, vagy így, vagy fordítva, hát ez a két megoldás. Tehát akkor Facebook lapot az önkormányzat, hogy a város nem működtessen, az intézmények tegyék azt a maguk rendezvényei szerint, intézményvezető felelős, és az intézmények fejlesztik ezeket a hónapokat. Ez a... Tehát én ezt tenném most már szavazásra akkor. És a nyíltelep.hu pedig, ugye... Ez tudatosan. Az ugye már... Az a fórum, hivatalos fórum, e-mail címnek, vagy akármilyen keresztül a polgármester jegyzőnek, vagy a... És még egy kérdés, és akkor ez csak most az elektronikus négy rá. Csak most az előbb tisztáztam ezt, hogy maga a polgármesteri hivatal, a polgármester, tehát a nem működtesen honlapot, de az intézmény vezető kiegészítésére. Tehát nem honlapot, hanem Facebook polgármesternek, jegyzőnek Facebook oldalán ne legyen erre gondozat. A hivatalos személyeknek nem legyen Facebook oldalán. Nem. Nem, nyíltelek városnak. Tehát most mondjuk az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak. Akkor mondjuk azt, hogy az önkormányzatnak. Hát nyilván a jegyző, meg a polgármester, meg a képviselőknek ez nem, én nem hiszem, hogy ezt le kellene szabályozni. Jó, kérdezem, tehát akkor a város tegyen, tehát a városának ne legyen, tehát nyíltek város néven ne legyen Facebook oldal, vagy nyíltek város néven önkormányzat néven ne legyen Facebook oldal. Nem működhessük ezt. Jó, ezt én úgy egészíteném, hogy akkor nyíltelek város önkormányzatának ne legyen hivatalos közösségi oldala. Nem menjünk el ezzel a Facebookon, mert más képvisel lehet még te közösségi oldalra. Ezzel vagyunk bajban, mivel mi még egy jövőről beszélünk. Tehát közösségi. Ez a lényeg is, így jött már a vicces. A polgármester úr most összefoglalkozzák a közösségi oldalra. Így van.
Viszont a intézményeknek saját beállítások szerint a rendezvényeik népszerűsítésére, a intézmény népszerűsítésére használhatják. Az intézmények megkapják azt a lehetőséget, hogy intézményeik rendezvényeik népszerűsítésére közösségi oldalt működtethetnek, amelyen megjelent tartalomért a mindenkori intézmény vezetője a felelős. Így van, ez nagyon jó, mert akkor ő egy két bíz meg, aztán öntől. Én pontosan ezért nem is mindent el, hogy mire használjam. Nekem ez volt egy egyik, hogy intézmény vezető, ne csináljam. Hát az is az ő felelősségek hozzá. Nem használjam, hogy mindegy, ez már tényleg. Jó, de ez a bátorlőmester. Hát ahogy a polgármester nagyon szépen exaktan összefoglalta. Még van egy harmadik. Hogy nem? Tehát Nyírtelek városával kapcsolatos, hivatalos információ csak Nyírtelek város önkormányzatának hivatalos honlapján érhetők el. Hol? Vagy jelennek meg. A lehetőség van. Azt az is az nem csak fontos, azt biztosítani kell. Így van. Meg akkor a nép, nem? Még ezt szerintem ez csak felvetődik, hogy ez egyetért a bizottság? Na, ez erről kéne szavazni, hogy ez egy csoport. Ez most szavazni. Így van, akkor amit felteszi a szavazásra ezt a szép kérdést, és akkor ki van emellett? Akkor mindenki emellett vagyunk. És akkor most jött a név, amit fogalmaztál először. És akkor a négy pont, akkor az a kérdés, ugye, hogy Nyírtelek város névének, nevének használatát szabályozza-e a város a jövőben? Kell-e ehhez engedélyt kérni a szervezeteknek, vállalkozásoknak? Elmondott egy úr, az túl megfogalmazó, hogy igen. Hát kell engedélyt kérni, és jöhet a különbség esetén, stb. Tehát, hogy ezt mondom, de a része kell, hogy... Jó, az rendben, akkor csak az egyenlőség. Akkor jó, bocsánat, igazságosra kell védetni? Minden, nem, nem. Ez nem az, nem. Ezt nem kell védetni, meg olyan, de nem kéne egyébként. Tehát a Nyírtelek város neve az, tehát a mit város, az csak egy településnek lesz, milyen területnek, nem. Sőt, mi faluként is csak egy területnek lehet. Nem, nem, ez nem kell, mert beletáll az kettő is. Bajzom, van izgalmat is. Most ezt a világvárosok, igen, esetleg. Legalább kettő. Nem. Nem, belegváros. Szerintem... Jó, persze, tehát ezt azért... Ezt viszont kell. Viszont kell. Viszont kell. Tehát a kérdés úgy van föltéve, hogy szabályozza-e, kell-e ez? Tételesen, tehát mindenkit tovább lehet szülni, hogy nem? Szerintem inkább el, hogy igen. Valaki hitelékezti, akkor... Igen, lehet. Ha hasznunk nem is származik belőle, de kárunk lehet. De jó! Kérdésként ott lennék, és akkor is akarjuk, hogy ennek még azt kintegyen belőle, ugye az, hogy a névet használható adom, az lehet, és meg... Igen, hát ez a második lépés, jegyző úr, ezt ugye beszéltük is, hogy az előterjesztés az azért így hangzik, ahogy hangzott, mert most egyáltalán foglalkozunk-e vele. A második lépés, akkor ennek a kidolgozása, hogy milyen formanyomtatványon kérjék azt az engedélyt, aztán kihez nyújtsák be, ki dönti el,
Kidönti el a méltatlanságot. Kidönti el a méltatlanságot. Tehát ez... Mert azért ezek... Ez a második körben lévő... Szerintem abban a ciklusban nem lesz szerepén. Nem baj. De azért jól van, jó biztonságban. Jó, akkor ezt így akkor, hogy... Szabályozzuk el, így feltettem ezt a kérdést. Tehát, hogy a Nyíltelek város, Nyíltelek név használatát szabályozzuk el. Törődjön ezzel az önkormányzattal, hogy javasoljuk ezt neki ez a kérdés. Aki igennel szavaz, hogy szabályozzuk el. Be volt csupa. Be volt csupa. Majdnem. Tehát akkor megállapítom, hogy mindannyian ellen szavaztunk, mind az öten. Aki ellen szavazás akkor nincs. Rátérhetünk a második napi rendi pontra. Ez a város főrendezvénye, az annak hívásának a forgatókönyve rendezvényei. Hát ez a fő mindig nekünk, nem is a fő feladatunk, hogy ezt áttekintsük, nem is a költségvetés, mint az egész kinek az itt elsősorban a rendezvények. És akkor ez Gábor készítette el, Gábor a fővelődés szervező, nézve ugye a munkájához is tartozik, aztán a részben is, részben pedig a korábbi tapasztalatára támaszkodják én, illetve itt fűznék még hozzá, hogy jó pár éve részt veszek én is a gyűlösségek kérdezésében. Mindig, minden évben összegyűlünk a szervezőkkel, és megbeszéljük a tapasztalatokat azért, hogy a következő évben még jobb legyen. És kiküszöböljük az esetleg becsúszott hibákat. Meg több szem többet lát. Több vélemény az előrébb viszi nyilván a gondolatokat. Én ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartottam, sőt, én benne még az is kialakult egy olyan vélemény is, hogy jó lenne mindig egy csapat, egy kis bázis, aki mindig minden évben ebben részt vesz, mert akik szeretik, akik tapasztaltak, biztos emlékszel, Gábor, hogy én ezt fölvetettem, gyakorlatilag valóban van egy kis tím, aki most ezt végzi, tehát ez a csapat összeállt. Én is azt tapasztaltam a városlakó között, hogy intézményben dolgozó pedagógusok között például, hogy van, aki kifejezetten szereti ezt, van, aki kevésbé. Tehát én javaslom azt, hogy ezeknek a megszervezésébe ezeket az embereket keressük fel, akik szívesen dolgoznak. Nekem is vannak ökleteim, meg ilyen neveim, vagy ilyen emberek, akiket meg lehet szólítani. Mert aki szívesebben, lendülettel, jó akarattal csinálja, akkor még fényesebb lesz ez a fényes városnak. Az első kérdésem az ennek a polgármester volt, hogy szeretnél ehhez hozzászólni, mint polgármester, mert a polgármester te is megkaptad. Jó, majd a végén. Akkor én csak annyit mondanék, hogy nekem ez a program tervez tetszett, a korábbi években is nagyon jól nevezényelhető volt. Nagyon szeretik ezt az emberek, ezt a városlapot, nagyon szívesen összegyűlnek. És a színvonalas együtteseknek, a országhírű együtteseknek a jelenléte nagyon sokat elhozott, és végül is ez adja az egésznek a fényét, hogy ezen a központi rendezvényen jó sokan legyenek már kinn a sportpályán. Az kétségtelen, ugye, hogy voltak ilyen hangok, hogy miért vittük el erről, amit elárasztott a víz erről a pályáról. Hát ha jól tudom, ezt éppen a kisvonattal próbálják a szervezők áthidalni, hogy pont azért van a kisvonat, hogy ha már mindig csak dózsaszőlőkben van, ugye ez az örök harc itt a tokai két oldalán élő népek között, ha már mindig dózsaszőlőkben van, akkor legalább a távolabb lévőket a kisvonat elvigye, és ezt a féle ellenállást egy kicsit tompítsa, vagy ezt a féle kárt, ami érte őket azzal, hogy csak itt van. Na, nekem ennyi hozzáfűzni valóban. Gábor, te mit szeretnél? Szívemből szóltál sok tekintetben.
Igen, az elmúlt évek tapasztalati alapján készítettük el ezt a költségvetést. Időközben készült egy forgatókönyv is, polgármester úr kérésére. Ott összeállítottuk azokat a programokat, amelyek az elmúlt évek tapasztalati alapján készültek. Én is azt gondolom, hogy magát a rendezvényt különböző területekre lehet szétosztani, és ha ezeknek a területeknek megvan egy fő felelőse, akkor sokkal dinamikusabban is jól összeállnak ezek a programok. Mire gondolom, ugye, ha van a Mama Bálunk egy szervezője, ha van a testvérvárosoknak egy olyan ember, aki összefogja ezt a szervezést magának a szombatinak, a kulturális programoknak, stb. Stb. Hát tulajdonképpen az egész város intézményei részt vesznek a városnapi programokban, ezt nyugodtan kijelenthetjük az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Én személy szerint mindenképpen azt szeretném, hogy ez a színvonal ez megmaradjon. Ugye folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, de olyan információkat kaptunk a Líder részéről, akire ugye minden évben pályáztunk sikerrel. Ugye egy ilyen átmeneti év következik, vagy mire kírják a következő pályázatot, az lehet, hogy pont nem fog beleesni az elbírálásba. Pontosan ezért is készült a költségvetés alapján két tervezet, egy szűkebb kiadású tervezet, illetve egy bővebb kiadású tervezet, amelyet mindenki olvashatott a költségvetés tervezetben. Ugye 2,5 vagy 3 napra építettük fel a programokat. Pénteki napon, de július 24 és 26-a között lennének az események. 21-én pénteken testvérvárosainkat fogadnánk, illetve ezen a napon kerülne sor az Annabára. Az ünnepélyes képviselőtestület ülése, ha szükséges, akkor vargaposanyat koszorúzása, illetve a szombati nap lenne a főnap, azokkal a kulturális programokkal, amiket a Városi Sportcentrumban szerveznénk. Tulajdonképpen az, hogy átvittük oda, nem csak a víznek volt köszönhető, hanem annak is, hogy az infrastruktúra az a Városi Sportcentrumban adott ahhoz, hogy meg tudjunk szervezni egy olyan volumenű eseményt, hogy ott élő koncert legyen, hogy a fellépőket megfelelő körülmények között tudjuk ugye a barak épületében, az öltözőkben idézőjelben elszállásolni. Akkor ugye tehát itt a Petőfi utca és Korpályára nem volt lehetőség, sátrakkal ez nem megoldott. Ugye az élő koncert esetében olyan, a szerződésben olyan kötelezettségek vannak, amelynek az a pálya nem tudott megfelelni. Tehát ilyen tekintetben nem volt kérdés, hogy oda kell vinni. Azonban pontosan ennek átutalására kezdtünk be ugye gondolkozni polgármester úrral is, hogy a vasárnapi napra szervezzünk a Petőfi utcai sportpályára egy lovas napot, egy lovas versenyből álló napot, amely ugyan itt még a bővített kiadásokban szerepel, de ha lehet javasolni, akkor ezt tegyük akár a szűkebb kiadások közé is, hogy pontosan ezt egy kicsit tudjuk ellensúlyozni, illetve a város 10. születésnapján mint egy ilyen régi új programként jelenjen meg a helyi hagyományokhoz kapcsolódó lovasversenyek, hiszen tudom, hogy azért a lovas hagyományok igen nagy hagyományokkal viszkélkedhetünk. És akkor a vasárnapi nap pedig ugye a lovas tekintetében lenne. Ami a testvérvárosokat illeti, ugye én a forgatókönyvben több lehetőséget jelöltem meg, a korábban egyeztetett Kerény Attila képviselőtársammal, ugye ő felvázolt számomra egy Debrecen 2, hogy így mondjam, egy Szabolcs 2 korutat, vagy pedig egy Sáros Patak-Tokaj kirándulási tervet, tehát ezeket így jelöltem meg, mint lehetőségek. Nyilván ez a költségvetéstől is függ, vagy az esetleges pályázati lehetőségektől, és hát ezen túlmenően pedig ugye még amit a költségvetésben szereplő összegek között az volt a javaslat, hogy az élő koncert sokkal nagyobb volumenű, mint egy fél playback műsor. Egy élő koncert ugye egy 90 perces
szerette az elmúlt két évben a Neoton familiát is, a Nyitlekiek előtt a Magna Cum Laude-t, ezt az utat követve a következő évben a Bikini Együttest hívjuk meg, és ő tartson a 10. születésnapon egy élő koncertet. Ez jelölt még fel ilyen javaslatként, illetve hát amik olvashatóak, azok szükséges elemek a rövidített verzióban, a bővített kiadásban pedig még esetleg plusz fellépő, a testi a városnak egy nagyobb kirándulás, annanapi labdarúgó kupának a megszervezése, szóval ezek közül lehet így, ezekről beszélgethetünk, és hát mivel ugye nagyrészt én készítettem ezt, nyugodtan kérdezhetek, és szívesen válaszolok rá ilyen felmerülő kérdésre. Én még annyit szeretném még elmondani, hogy szóval esett ez a lóverseny. Most ugye már külön beszélgettem itt a lovasztak osztályról, a Szabolcs-Szatmár megyei lovasszövetségnek az elnökével. Ezt a lóverseny vasárnapra ezt lehet színvonalasabbá is tenni, és nem többbe kerülni, mint amit itt éppen felvázoltál, egy megyei szintű lovasverseny. Hát ez nem zárja ki a kategóriát, tehát... Ez egy olyan színesebb, tehát több az csak jobb, tehát. Résztvevő, nagyon megvárt ételeknek, és egy szép kategóriás megyei verseny idehozott a lovasért. Ahhoz a hely az megfelel neki? A hely nagyon, hát ez úgy. Tehát ez a Petőfi Pálmány. Igen, az egy most kimondott el nem volt, akkor a Petőfi. Ez úgy tervezhető is ebből a pénzből, amit felvázoltál, ez meg kell elhoztál, ahhoz az elegendő. Tehát ebben benne van még az étkeztetés, nem tudom, meg az étkeztetés, hogy fog. Hát ez egy részletkérdés, hát nyilván ez mindenhol. Tehát egy reggeli ebédről lesz talán a pénz. Én azt hiszem, hogy vagy nem tudom, ez még egy kicsit nem jött. Te figyeltél? Bocsánat, gyerek, teljesen úgy kell fogom. Ez a fokos tényleg okos éjszak. Ezt tudom hozzáfűzni. Úgyhogy ez ennyire ez a színesek. Tehát nem egy kézó kellvétől jött, hogy megnézik esélyesek. És ugye már még tudom, mire ponttal pontosabban szolgálni, és akkor a szövetség már mi hozzánk tud alkalmazkodni. Ezért is, hogyha most tárgyaljuk már decemberben, még mindig fogják tárgyalni. Tehát ezért úgy elkezdeni ezeket a szolgokat, akár a lovas, akár a bikin esetében, stb. Hogy ezeket az előkészületeket már most meg lehessen, ezért fontos, hogy most beszéljük ezekről. Van egy emlék. Amikor a bienner is, az egyenlő. Jó lenne, hogy azt a színpadon legalább, amit eddig tudtunk produkálni, tartsuk, vagy pedig hát emeljük, hát nem tudom, amivel lehet emelni, mert azért itt azért az évek alatt olyan szépen felemelkedett a gércok. Hát nem biztos, hogy kell. Abban egyetértek, hogy nem biztos, hogy kell annyi eladó, mert ezek a pályázati pénzek kötöttek bizonyos feladatokat, vagy kötöttek hozzá, igen, bizonyos embereknek feladatokat, ha ez ember egy jelölő klip, neves zené, vagy zenekar, vagy akár, ez nem is bizony a sikeres, mint a délután, de azért kell egy csúcs, tehát ez ebben maximálisan egyetértünk, és ezért jó a három nap, mert itt akik eljönnek rokonság is azért, mert ezt tapasztaljuk, hogy nem csak nyíltelekiek vannak, mert itt élő nyíltelek, hanem a nyíltelki családok, hozzátartozói más területésre eljönnek, akár a nagyre, hát a Anna Bál is, de azért az kevésbé, de a szombati nagy rendezvényen, valamint vasárnap azért elég sokan eljönnek, és ez egyfajta találkozás az embereknek. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos. Az biztos, hogy itt azért a pénzügyi lehetőségek határoznak meg mindent,
legalábbis nagyon sok mindent, hát ez, én bízom benne az ő pályázat is fog hozni valamit a nyára. Azért én szerintem benne is volt azok a lehetőségek, mert azért tartjuk evidenciában, mert eddig is voltak a testület, biztos most is föl fogja ajánlani azokat a eszközöket, pénzeszközöket, amit eddig felajánlott, és keményen kereskedelmi céloknak megfelelően kell ezt céltudatosan ott a szervező dolgokat, hogy tudok irányítani, kezdve a helypénzben át a étkeztetésnél. Tehát ezekben nem szabad célgyelősnek lennünk, ahol a jogszabályok ugye lehetőségek megadnak. És nagyon egyetértek, hogy mindenek legyen gazdája, mert ugye ezt valamikor annó végén, mint alpolgármester kezdtem meg, mint volt népüvelő, és tudom, hogy óriási nehézségek, meg túl is nőtt ez már egy emberen. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy hát itt például a vendégekkel, a külsőkkel foglalkozni, az olyan gárda kell, aki nyelvüket érti, meg a szempontot. Tehát ez volt, hogy a vétés tudja a végiséget. A másik dolog, a lovasnál meg pedig szakembereket kell bevonnunk, és akkor ha ezek meglesznek, valószínűleg felelősség, akkor szerintem ezzel nem lesz probléma. A megjegyzés ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a színvonalat, az a bővített kiadásokkal jelentendő, tehát ezért is készült két tervezet, és ha lesz pályázat vagy nem, tehát hogy a színvonal megtartásának érdekében úgy kell rátekinteni a költségvetésre, hogy ez a bővített kiadásokkal jelentendő. Igen, itt Nyisi bácsi felhoztad a vendéglátást. Elindítottuk ugye két éve azt a gasztronómiát is. Azt gondolom, hogy ezt is meg kell tartanunk. Talán egy kicsit jobban, vagy a eddigi apró cseplő hibákat kijavítva, esetleg még több sátorban árulni, vagy úgy egyeztetni azzal az adott személlyel, aki ugye biztosítja a tirpák ételeket. Ugye a tirpák ételeket azért indítottuk el, mert az is a helyi hagyományokhoz kapcsolódnak. És aki jön valaki Nyíregyházáról, vagy egyéb településről, akkor ha már kijön délután mondjuk egy sétavonatozni, megnézze a gyerekműsort, és itt marad a bikinin, azért jó, hogyha tud valamit enni, inni. Tehát ilyen szempontból is szerintem fontos, hogy ezt a gasztronómiai körítést is biztosítani tudjuk, vagy adjunk rá lehetőséget. Köszönöm szépen. Nagyon csak jól voltam, bocsánat. Látom, hogy ezt a bikininek a fellépését. Ezen kívül van terve van. Ez a szűkített kiadásban van a bikini. Szerintem is, tehát ha csak egy élő koncert van szombaton, az elég. Hát hogy mondjam, jó, és nyilván a helyi fellépők, a tombola sorsolás egy nagyon jó fődíj, azért meg lehet tölteni, de azért az a jó, hogyha a színpadon vannak, hanem is folyamatosan, de délután, akkor estétől vannak programok, vannak műsorok, mert láthatjuk, hogy arra jönnek az emberek, az érdeklik őket a leginkább, legjobban, és igen, még itt felejtettem a pontosságot mondani itt az összegeknél, én állapítottam még itt a tervezett bevételeknél, vagy úgy állapítottuk meg, a képviselői felajánlást, hogy ugye eddig a képviselőknek a fele tiszteletdíjukat ajánlották fel. Én azt javasoltam, hogy ha nincs pályázat, és szükségesek a körülmények, és 10 évesek vagyunk, akkor most a teljes összeget ajánljuk fel. Én nekem ez a javaslatom. Most én ez a programhoz csapcsolódok jelentően, javasolni olyan programot, hogy ilyen feltörekvő zenekarokat, tehát ilyen bemutatkozót a körülbelül széljába meghívni őket. Tehát előkeríteni őket, abban is segíteni őket, és akkor megtalálni fogjuk azt a színpadot, ami éppen hiányzik. Az már egy csak egy lehetőség, hogy egy ötlet. Kell legyen megmutatós, mert az olyan közösséget hozzá. Nyilván a tömeg is rá, nem rendezvények, de nagyon finom a fogalmaz. Nem tudom, hogy a színpad legyen mindig mozgás, vagy tehát én ilyen sem gondoltam. Ez a délután a jövőságban lehet beszélni. Ennyi? Tessék? Bocsánat. Mondatot én is elmondanék. Én is elnéztem a költségvetés tervezetet. Azokkal az érvekkel, amelyek itt elhangzottak, én azokkal egyetértek.
a 10 éves a város azért egy, az első terek szám, amire oda, illik odafigyelni, ez az egyik. Hogy magához a döntés, ezt talán úgy kellene hozzá férkőznünk, hogy össze kellene hozni egy elmi döntést, hogy hát akarunk-e ilyen városnapot, mint amit eddig csináltunk, mert akarunk, akkor nagyon-nagyon nagy mozgásterünk szerintem a költségvetésben nem igazából van. Hogy most egy 1 millióval kevesebb, vagy 1 millióval kevesebb egy városnapi költségvetés, ez nyíltaklás életében, ez, én azt mondom, hogy nem azt nem szólsz. Tehát nem ez emlődik a dolognak a lényege. Én az érveken még annyit tennék hozzá, hogy azért az emberek, tehát ha figyeljük a rendezvényeket, az emberek döntő többsége nem engedheti meg magának, hogy elmenjen egy koncertre, a családot elvigye egy rendezvényre, tehát egyszerűen nincs hozzá pénze, ilyen egyszerű. Most ugye itt ingyenesek a programok, nyilván így is, ha kimegy a gyerekekkel, akkor azért, mert még így is elég húzós, de tehát én azt tapasztaltam, hogy azok az emberek, akik nem mennek, úgymond talán sehova érteleken kívül ilyenfajta rendezvényeknek, azok részt vesznek. Vasúttól, hogy ez a vasutazásból kezdve mindennek elég nagy sikere van, fel tudja jutatni a gyerekét, meg hát egy élményt tud adni, készülnek rá hozzá. De én nem tartanám szerencsésnek, hogyha egy olyan eldöntés szülesne, hogy hát ezt vissza kell venni, és más irányba kell venni. Most, hogyha meghozzuk az első döntést, akkor a második az úgy már következik abból, hogy egy ilyen településen, ilyen több ezer embert megmozgató rendezvény, azt nem lehet 3-4 millió forintból megcsinálni. Tudjuk, hogy eddig is ennyiből csináltuk, tehát nagyjából, ha megnézzük a végszámokat, akkor nagyjából ezek voltak, eddig is. Most egy zenekarnak többet keveset, nyilván az, hogy jön hozzá 3-4 millió forint pályázatból, ez sokat dobva. Látva, meg szerencsés is, hát a szerencsék az még jön hozzá, de tehát miután ezt azért én is azt gondolom, hogy ilyen magas verseny meg ilyesmi, tehát azt, ha most nem kerül be a sportnaptárba, vagy a nézőjében, akkor abban nem lesz semmi, mert nyilván akkor keresztbe kasba lesznek a rendezvények, és pont akkor biztos itt lesz a szomszédban a magas verseny, ahol valamelyik településen. Tehát nyilván ebbe el kell indulni. Én azt javaslom, hogy egy ilyen bővített kiadású dolog legyen. Nyilván nem látjuk még a költségvetést. Ha van költségvetés, még utána is nyilván lehet nyitválni a költségeket, mert vannak olyan részei, amit mit tudom, az utolsó 2-3 hónapban még azt mondjuk, hogy mielőtt elkészülnek a plakátok, meg minden, mi lehet, ha valami katasztrófa történik. Én azt gondolom, hogy egy ilyen bővített kiadással kellene indulnunk, és ezt így végigcsinálni. Tehát én nem igazából látok ilyen szukottan hívát ebben az ügyben. Ha csináljuk, akkor azt kell mondani, hogy köszönjük, ne csináljuk. Ugye érdekes lehet a külföldi perkkel való kapcsolat, mert tehát ott most ugye választások miatt eléggé átalakultak a viszonyok, amit nem látunk át, legalábbis a szlovák-lengyel viszonylatban. Én azt gondolom, hogy ott egy óriási érték keletkezett ezzel a négyen vagyok testvérek címszavú történettel, nem nagyon van erre precedens, és tehát én a visszajelzésekből azt látom, hogy ilyen országos példát értékű, nem csak nálunk, hanem a testvér településeken is az ő viszonylatukban, a saját országokban. Nyilván ezen is, ez se egy olcsó mulatság, nyilván mindenki tudja, mindenki van itt, aki van a
hanem valahol, hogy ennek azért, aki ilyen részt vesz, mondjuk a szlovák verziót, vagy valami, hát az a nemzetek közötti feszültség, ami van, az biztos, hogy ezeken a településekkel ez oldódott, aki részt vesz benne, ez teljesen feldolgozta és másképp látja a világot. Én azt gondolom, hogy egy városnak tenni kell ilyenfajta, vagy szolgálni kell ilyenfajta ügyeket is, amelyek egy kicsit túlmutatnak a településen, és nyilván összehoznák a népeket, és nem utolsó sorban nyilván egy bővített pályázati lehetőséget jelent bármikor, amikor van tudott településeket lehet múlni, és van kivel kapcsolatot építeni, különösen pályázni, tehát ezek is itt a gazdasági részekbe is a bővített kellene mennünk. Hát ezen nélkül meg megint, na most hívjunk meg 10 ember, tehát most tehát viszonylag azért szűk a keresztmetszet, ennek meg nagyjából egy nyakvörzsége, tehát meg nyilván takarékos van, urafigyelmekkel csinálni mindent, de hát nagyjából én látom, hogy én azt támogatnám magam részéről, hogy utána 10 éves is a település, hogy egy színvonalas városnak rendezvény sorozat legyen. És majd annyira a harmadik napban, hogy azért ki van mindenki különösen, aki részt vesz ebben, tehát ugye a lovas rendezvény vasárnap este talán már azért van, mikor elvonul a nép, az feladja mindenkinek a leckét, mert azért vasárnap már ilyen valami lazákat szoktunk tenni, a lovas verseny az nem egy az a dolog, az nagyjából olyan szombati energiákat mozgató, ha nem is olyan, de szervezésben, meg sártok ide-oda-oda, kaja ide-oda-oda, tehát az nem egy kis lecke, tehát lehet gondolni, hogy az. De nincs az kövő is olyan, hogy vasárnap kell lenni, tehát az átcsúszott szombatra is. Hát, párhuzamosan, igen, tehát most. Másnapra valószínűleg megint kell sátor, tehát ilyen technikai dolgokban is sokkal egyszerűbb, főleg a szervezőknek, hogyha másnapon van a két esemény. Nem lesz egyszerű átvinni. Az se egyszerű, de hogy a szóban van kettő. A másik meg kizárja, mert hogy nincs annyi cuccelájuk. Igen, tehát nem tudjuk kiszolgálni. Igen. De meg lehet vizsgálni ezt is persze. Visszatérve a szobakról, ez nemzetközi pályázat nekik. Ugye elég sokszor voltunk kint, ahol hol egy rajzpályázat, hol egy ilyen. Tehát ilyen nem tudunk erről, vagy esetleg mennyire tudjuk ezt megnézni. Hát az iskolával egy csomó nemzetközi pályázat. A labdarúgó esemény is az volt, tehát ez mind nemzetközi volt. Tehát az nem iskolával. Itt a rendezvények tekintetében adtunk egyébként ilyen városnapokra, több évre visszamenőleg pályázatokat, és mindig ilyen pár ponton múlt a dolog. Ugye egyrészt abból kellett csinálni, másrészt mindig olyan elutasítást kaptunk, amilyen, tehát hogy mit javítsunk, a következőben nem tudtuk, hogy mi az, ami, tehát igazán volt már ilyen is. De a legnagyobb probléma az volt, hogy kevés ország, tehát még a háromnál többet is, meg hogy kevés a nap, tehát ilyen 21 naposokra. De ez nem feltétlenül városnapra, hanem akármilyen program vagy valami. Tehát, hogy kevés volt a három. Mert elég sok ilyet hallott a Batában átnyúló pályázatot, tehát akár tudunk szervezni, hogyha kell ahhoz is. Hát ezen kell ezt nekünk mondani, mert tudjuk csak, hogyha lenne lehetőség, akkor figyeljük is mindenképpen. Azért az igazi az lenne, hogyha ezt az összeget, amit úgy szívem szerint én is azt fogom mondani, hogy a
távabb változat is, ami mindig lehet szűkíteni, már nehezebb tárgyban, hogy ezt fogadjuk el, de minél több forrást tudjunk hozzá szerezni, mert azért az önkormányzat pénz az önkormányzat pénz is. És van erre reális esély, hogy más forrásokból is pénzt tudjuk elvenni? A Linden esetében nem sok, mást azt pedig tudom, hogy ugye a Linden volt a legbiztosabb abból a szempontból, hogy kimondott a rendezvényekre, írták ki a pályázatokat, és volt már vele egy tapasztalat is, hogy kell elkészíteni, és ilyen szempontból elég sikeres pályázatok voltak, nem csak ezen a településen, hanem más településeken is. Tehát az összes nagy rendezvény, Nagyhalász, Bili, Apagy, ezen Napkor, Bőlérdese, Temecser, Káposztásnak. Tehát a Líder kapcsán tudták. És milyen biztos, hogy mindenkinek problémát fog okozni. Ez a hárból. Milyennek az oka, hogy ez az így? Hát mert lejárt a pályát, tehát mint 2014, 12-14, vagy hogy volt? Hát úgy ciklus. Tehát úgy ciklus. Lehet, hogy lesz csak, majd a közszerzőnek október, és akkor... Csak, hogy erre kifutunk, majd az azt követően, hogy az a problémánk, hogy viszont relatíve hamar van. Tehát amikor júliusba adtuk be, tehát volt olyan év, amikor beadtuk novemberbe a pályázatot, és júniusra lett eredmény. Na most decemberbe járunk, és még pályázatot se írtak ki. Tehát, hogy még ha ki is írják valamikor, január, február, március, ki tudja, hogy van eredmény addig. Hogy ki se lesz írva szerintem. Szerintem az nagyon sem lehet, hogy ezt. De más pályázatról nem kellene mondani. Nem, abszolút. Megtisztelő feladatot, hogy abszolút pályázat figyeljük. Nem jártunk ezzel a hangból jelenlő pályázatot, az nem jelenti, most nem jelentünk. Hát most az a lényeg, hogy minden meg kell. Hát amit meg kell, meg kell adni. És azt mondom, csak azért készül két ilyen terv, hogy ha nem, akkor lássuk azt előre, hogy ha nincs pályázat, akkor mi az, amit elfér, mi az, amit nem, vagy mi az, amit szeretnénk. Végül is ezért is hoztuk ezt föl, hogy beszéljünk a bizottság, mert tudjuk nagyon jól, hogy az a pályázat az nem fog bejönni, az a mindenévi líder pályázat, de mégis én javaslom minden képviselőnek, vagy minden bizottsági tagnak, hogy a maga területén próbáljon már nyitott szemmel járni, vagy gondolkodni ezen, hogy honnan is mint szerezhetnénk még erre támogatást, akár nem lehet helyi üzemeknek vállalkozókat megszólítani. Tehát ezen gondolkodjunk már, vagy mindenki a saját lehetőségeit, saját ismerős üzemei, és a többi. Én ezt ezért is tartom jónak, hogy erről beszélünk, meg ilyen korán beszélünk erről, mert tudjuk, hogy éppen, hogy nincs pénz, hogy ezen gondolkodjunk már, én ezt mindenkinek feladatnak adnám, mert ez diktálja itt a józanész. Tehát ugye készült egy ilyen háromnapos program, ami mindig ennyi szokott lenni, egy ilyen verzió, ami jelentős költségekbe kerül, de ha azt tekintjük, hogy 10 éves a város, most volt választás, új a testület, új a polgármester, próbálni kell tartani ezt a színvonalat. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek, mindannyiunknak az érdeke. Azt javaslom akkor, hogy hozzunk egy ilyen elvű döntést, vagy egy elvű támogatást, vagy állásfoglalást arról, hogy a 10 éves város tiszteletére egy ilyen hosszú, háromnapos városnapi programot tervezünk, illetve ezt javasoljuk a képviselőtestületnek, ennek a megszervezését. És ezt tanítottuk volna fogjuk. Akkor aki ezt támogatja, akkor képviselőtestületre szavazzon, kérem. Hát ebben akkor újra egyetértünk, úgy, mint a többi dologban is. Úgyhogy köszönöm szépen a segítségeteket. Én még egyszer azt mondom, hogy gondolkozunk már ezzel az anyagi háttéren, hogy lehetne ehhez hozzájárulni bármelyik részéhez a városnak. Azért is jó, hogy van ez a forgatókönyv, mert ha ezt olvasgatjuk, talán tudnánk valami egyen.
egyes részekhez esetleg, aki egy olyan támogatót, akinek ez érdekel. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy valamelyik üzemnek vagy kisebb vállalatban, akinek ezt tetszik, és azt mondja, jó, akkor én ezt a részt támogatom, a gyerekfutballt, vagy tehát olyan sportprogramokat, vagy netán a lovas programokat támogatom, mert nekem azt tetszik. Én úgy gondolom, hogy ilyen kis pénzekből akár vagy segítene rajtunk. És lenne jó, hogy nyílt el ki, mondja, hogy erre a bikini. Látok, hogy milyen jó vastag. Hát azt néztük ki itt a gyerek. Hát a gyerek madrakoztál, csodálódó szervezés hozzáállás. És akkor ott szeretnénk, tehát onnan a PR oldaláról ott az meg lesz finanszírozva ennek szerint. És ilyeket még lehet találgatni. Igen, lehet. Meg egyébként a sok, tehát többen részt vettünk ugye a szervezésében, én úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy mindenki hozzányállott a saját munkájával, a szabad idejével, most szerintem akarom, hogy én is, meg mi is a kollégámmal, Kerény Attilával, meg néhány egészségügyi dolgozóval mindent megtettünk, és nem sajnáltuk az anyagi áldozatot, hogy ennél jobb a színvonalát. Tehát részemről ezt most is fel tudom ajánlani, illetve én megpróbálok ugyanígy az én perkeimben belül szponzorokat keresni. Ezt én is fel tudom ajánlani. Köszönöm, megpróbálok. Igen, ezt én kérdélem. Lovas programot megcsinálják, úgy akkor már. Igen, kérdélem. Hát most nem mondom, hogy a fényre, de Jaj, most a kollégám.